Folytassuk, srácok, a Far Cry-os kalandjainkat. Folytassuk. Viszony. Nem a szél hordta össze azt a 100%-ot, csak mondom. Bizony. 100%-os progression, és 20 FND bázis van elfoglalva, ami szerintem 21, mert hogy itt olyan challenge-ek vannak, ha jól tudom, hogy 21-et kell elfoglalni. De ezt most mindjárt lecsekkolom. Bázis. 10, van egy 10-es, 20 checkpointos. Hát én vaksi vagyok. Mit tudom én? Én úgy emlékeztem, hogy 21 van, tök mindegy. Ahogy látjátok, már csak 2 challenge hiányzik. És special mission-t fogunk nyomni, mert nem azért, mert achievement-et akarok szerezni. Jó, achievement-et is akarok szerezni, srácok, de nem azért nézzük meg. És treasure hunt-ozni fogunk. Nagyon meglepő lehet, hogy special mission-eket nyomunk meg treasure hunt-okat. Azért nyomunk ilyeneket, mert eddig még ezek nem nagyon voltak streambe. És szeretném nektek megmutatni, hogy mégis milyenek. Milyenek a special mission-ök, és milyenek a treasure hunt-ok. Eddig láthattátok, hogy milyen a sztori, milyen a világ, milyenek a fegyverek, milyen szuprémók vannak. Apropó szuprémók, megvettem az összeset, és azokat meg is akarom nektek mutatni. Rengeteg fegyverem van, meglett a titkos szuprémó is, szóval talán a játékból, amit nem láthatok tőlem, az a multi része, de hát azt nem is fogjátok. Egy okos hozzászólás várok, hogyha 100%, akkor mit játszol benne? Hát itt igazából a game az szerintem a sztorira vonatkozik. Nyilván nem 43 óra alatt lehet végigjátszani a játékot. Nekem ebbe jó pár óra grind volt. És mondtam, el fogom árulni nektek, hogy Adri miért nézett rám szúrósan. Hát lehet, hogy este 8 órától majdnem hajnali egyig, jó nem egyig, de éjfélig tergett a Far Cry grind, és furcsán nézett rám, hogy én ilyenkor jövök lefeküdni, amikor egyébként 11-kor szoktam. Úgyhogy lehet, amiatt nem érte meg, de hát így alakult. Így alakult, srácok. Nyomjuk a special mission-okat. Szóval igen, a 100% a sztorira vonatkozik, nem a játékra. Na, Ubisoft szerint a sztori a játék. Többi nem számít. Kezdünk akkor azzal, srácok, hogy megmutatom nektek a szuprémókat. Lett elég lemerült urániumom, és megvettem. Megvettem az összeset. Na, srácok. Szuprémók. És itt van a gladiátoros, amit már mutattam egyébként nektek, de most már meg is van, fel tudom venni a hátamra. Ez azt csinálja, hogy gyorsabbak leszünk, több HP-m lesz, és lehet nyomni a macsét és killeket. Gyakorlatilag ez egy melee szuprémó. Nem fogom felfejleszteni. Opa. De a skinjeit megmutatom. De a skinjeit azért megmutatom nektek. Szóval, hát ez az. Nem tudom. Biztos valakinek bejön a mílízés a játékba. Főleg azoknak, akik úgy lopakodnak, hogy míli fegyvereznek, meg gadgeteznek, nem lövöldöznek. Azoknak, hogy háldorul a szituáció, azért jól jön ez a szuprémó. Aztán van nekünk ilyen medikes is. Hát tippelnem kéne, így van. Ez inkább
ahogy ott a leírás is írja, kópos szuprémum. Self-revive, meg jól hílel. Tehát te tudsz lenni a support a csapatba. És ennek is vannak egyébként skinjei, ezeket is megmutatom. Hát nem is tudom, melyik a menőbb. Hát ezen van a legtöbb gyógyszer. Úgyhogy ez a legmenőbb. Meg kesztyű is van rajta, meg már minden. Ó. Húsgolyó? Neked nagyon nagy az ikás húsgolyó? Azt én nem kóstoltam. Ennek mi is volt, ez a szuper izéje? Supremo Duration, na van. Ugye a Furiózóval kezdtem, mármint hogy nem ezzel kezdtem, ez volt az első, amit megvettem, mert double jumpos. A Resolver Weapon többet damage-el a Supremo használat után. Fokhagymás bagett, de szeretem. Főleg az ilyen előre elkészített. Megveszed, berakod a sütőbe, azt olyan, mint hogyha friss lenne. Azok annyira jól ki vannak találva. Vadafak. Itt a Volta is, EMP Pulse-t nyom, és nokkolja az enemiket. Kikapcsolja a security systemet, és lehet, meg tudja hackelni a járműveket. Nem tudom ez most így mit jelent, ez a jármű hackelés, de hogyha tudjátok, nyugodtan írjátok le. Ez pontosan olyan előre készített, az nagyon jó cucc. Olyanból majd be kell tárazni. Még nem néztem meg amúgy Tibi a képeidet, de majd csekkolom. Hát jó, csak azzal az a gond a békönös stangliva lovacska, hogy lehet, hogyha elmész érte, akkor már nem lesz friss. Lehet, hogy épp olyankor mész, amikor nem friss, és az tök rossz. De hát, ki mit szeret, persze. Szóval itt az a különleges képessége, hogy mármint az a különleges módja, hogy nagyobb lesz a rádiusza. És akkor... De jól néz ki! Nagyon tetszik. Még akkor is tetszenek ezek a skinek, hogy így nem használom őket valószínűleg soha, meg szerintem a játékosok nagy része nem használja ezeket a szuprémókat, de majd azért mondjátok meg nyugodtan, hogyha esetleg később nyomjátok, vagy már nyomtátok a játékot, vagy akár éppen most is nyomjátok, hogy nektek melyik szuprémó jött be igazán, melyik az, ami nektek hatta. Ez a toxikus, a poisonous enemikre nagyobb damunk van szuprémó használat után. Tetszik ez a porció, ez tuti porció amúgy rajta. Na nézzük. Aha, ez már komolyabb porszívó. Ez meg már festett. Wow. Hát ezen sajnos sok minden nem változik. Talán a szék, vagy nem tudom mi van rákötözve a hátára. Hát ezek voltak azok a szuprémók, amik eddig nem voltak meg. És eleget láttátok már tőlem a stealth-es szuprémót, úgyhogy vissza is váltok a Furiózóra. Visszaváltunk a Furiózóra. Mert kielveszkedtük már magunkat, srácok. Ez túlságosan OP. Túlságosan OP. És akkor fejleszünk a Furiózón. Resolver Weapon Damage nő, hogyha fejlesztjük. Hát amúgy azt majd ki akarom rakni. És még a modokat is szeretném rajta változtatni. Szia, Xoxi úr! Szevasztok, sáncok!
Equipálom, szelektálom. Ja, amúgy jó ételjet mindenkinek, aki most kajál, vagy tervez kajálni. Healing, canister, poison, grenade. Hát, nem tudom. Claymore biztos nem kell, C4 se kell. Hát ilyen robbantós dolgot akarok használni. Igen, az jó. Dinamit jó. És smoke granát, hát szerintem a smoke granát helyett jöhet az autóteret. Headshot kill, bónusz supremo charge és movement speed növelés. Jól van. Akkor ezzel meg vagyunk. Meg akarom nektek mutatni, nem tudom mi ez a hanga egyébként, ahogy kijövök a menüből, de nagyon idegesítő. Szereztünk fegyvereket, mármint hogy szereztem fegyvereket, meg lett a Fuck Anton nevezetű, amit úgy lehet megszerezni, hogyha chorizót használjuk. Chorizónak megcsináljuk a küldjeit, és akkor ő ad egy titokzatos kulcsot, és a tutoriál szigeten, ott középen lesz egy ládikó, amit a titokzatos kulcsa lehet kinyitni, és meg lesz a Fuck Anton nevezetű fegyver. Az így néz ki. Oda van írva Fuck Anton. Aztán lehet nekünk ilyen fegyverünk is, hát ez nem tudom melyik, ez valószínűleg egyébként ARC, igen, ez egy ARC skin. Jól néz ki, nekem tetszik. És meg lett a BP2-nek a másik skinje is, igen, puskázok, ez a BP2, 51-es zóna. Tök jó, annyira jól néznek ki. Ez amúgy még statrakos is szerintetek? Szerintetek az ott működik? Számolja? Vagy csak rajta van? Ki kéne próbálnunk, mi? Annyira jól meg vannak csinálva ezek a unique... Ja, jól cseréltem le. Unique fegyver skinek. Rárakjuk 51-es zóna. Ez itt mit? Ja, az alapot mutatja. Lettek csármiaim is, ilyen dögcédula, meg rúzs, meg olyan dobókocka, ami mozog. Ja, várjatok! A dobókocka, a másik dobókocka az olyan volt, hogy az kocsiba az ilyen lógó cuccos volt. Aztán lett ugye a mikrofon is, meg lett ilyen hordónk is. Nekem tetszik amúgy ez a mozgó dobókocka. És akkor megnézzük ezt a skint, hogy milyen, mit számolott. Lehet, hogy a tárat, hogy mennyi lőszer van a fegyverben? Oké, lett LMG és az Impact Driver, ezt is megszereztük. Aztán van itt még egy ilyen sniperünk is, az El Tirano. Ugye... Ilyen snipert használok egyébként, csak más színben néz ki, hogy más skin van rajta. Ha megnézitek, egyébként nem sok skin hiányzik már, és annyit mondok nektek, hogy azok a skinek, amik nekem most hiányoznak a játékból, azok nagy része Treasure Hunt-os. Kivéve ez az M16 ágy, amit nem tudom, hogy honnan lehet megszerezni, azt írja, hogy military controlled zónából, vagy Gerilla Garrisonból, majd megnézzük, hogyha majd valahogy megszerezzük, hogyha már csak tényleg az M16 hiányzik, de tényleg a legtöbb skin, ami hiányzik nekem, az Treasure Mission-os, Treasure Hunt-os mission. Lehet még ilyen pisztolyom is. Ez ugye Clara-nak a pisztolya. Ezt a végén lehet megszerezni. Jól van. Azt hiszem elég mindent mutogattam nektek. Így van. A headshot kill visszaadja a golyót. Hagyjuk fel, milyen jó ez a set. Szerintem a legtöbbet meg se néztem, hogy mit csinál. Tovább tudom bent tartani a levegőt. De jó. Hát ez nagyon jól ki van találva. Aha, még több sniper ammóm lehet, olyat tud a nadrág. Ez jó. Hát ez meg pont nincs meg. A Marksman shoes. Jól van. Van még valami, amit mutogathatnék nektek? Is van biztos Marksman, aha.
Jó. Ennyi? Ja, azt akartam mutatni, hogy egyetlen egy USB-s zene kell, és az is Treasure Hunt-os. Egyetlen egy kakas kell, az is ilyen sztoris vagy Treasure Hunt-os, és hát a kriptogrammákat is jó lenne megtalálni, bár az egy olyan dolog lesz, hogy azt valószínűleg megnézzük az interneten, hogy hol vannak már, hogy azt így nincs kedvem streambe így keresgélni. Megmutathatnám, ahogy egybe rakom a lábam? Na, majd megmutatom neked privátba, vadafak. Mit szólsz? Jó? Itt a streamben nem látszódna. Vagy az ujjammal mutassam meg? Hogy így rakom, és nem így. Így, nézd. Így rakom, és nem így. Te tuti így rakod, vadafak. Így. Én pedig így. Látod? Így. De meg így. Jaj. Igen, szóval kezdjünk bele, srácok. A mai napi tervbe eleget pofáztam már itt az elején. Játszunk. Hát itt amúgy nem is látszódnak a számok. Van statrak cucca fegyveremen, de hát nem látszódik, nem tudom megnézni. Úgyhogy visszarakjuk a fegyveremet. Most is úgy van neki? Hát tudtam én. Ja, még mielőtt játszanánk, elmutattam nektek, hogy Janter eltisztogatta itt a piros dolgokat. Hát itt már nincsen piros dolog. Látjátok, ott már nincsen, ezen a területen. A madrugádás területen már nincsen piros. Egyáltalán nincsen. Még van a Valle de Oronál, de hát már ott se sok. Egy military target, egy ambush, még egy military target, egy ambush, még egy military target, és egy checkpoint. Tehát igazából, hogyha ezek is megvannak, akkor hát még itt van kettő, amit meg kell csinálni, meg ott egy. De hogy így ennyi, kész van. Kész a játék. Az a Lola, ő nem számít, mert hogy az insurgency miatt piros. Egy jó nézegetős gomb nincs? Szerintem nincsen. Na most nem nézem meg, de szerintem nincsen. Játszunk! Játszunk! Spec Ops mission-t akarunk csinálni. Hadd szóljon a Spec Ops-ozás. Igen, most is úgy ülök, én a másik féleképp nem tudok ülni, mert fáj tőle a térdem meg a csípőm, aha. Hát meg van, hogy elszorítod az elejét, aztán elzsibbad a lábad. Jaj, hát ilyen bandidoszos izét is lehetne csinálni, de hát ez most nem számít. Mesózóikót akarunk csinálni. Single player, hadd szóljon. Remélem megmutatják a videót. Hogy tetszett az ending? Kiábrándító volt, de csak amiatt, hogy nem tudtam megmenteni a kiskölköt. Az annyira jó lett volna. Smart. Yes, and I get hot gossip. Y-nal meg lehet nézni a fegyvert. Köszi, lovacska. Ez az első Spec Ops mission. Ezért acsi jár. That can't happen. I need to stop this. If you want to stop this, you need to steal it. Rohadt menő, ahogy felvezetik ezt a missiont. Look for the Singao in charge. They'll have the keys. They always do. Gyakorlatilag olyan feelingje van nekem, mint a kódos kóp missionöknek. Én a kódos kópot nagyon élveztem a Modern Warfare-ekben. Stick to the shade and use water. I'm glad you remember to tell me that part. Once you have it, I'll drive you the hell out of it. Igen, a kormányzó gyerekét nem tudjuk megmenteni. Hát, ha jól tudom, két ending van a játékban. Az első az, amikor az elején nem harcolsz, és elhagyodja a rát, ahogy feloldódik a blokkád. A másik pedig az, amikor meghal a kormányzó, mert megöli magát, meg megöli a gyerekét is. About an hour ago, Guerrillas shot down a helicopter carrying the PG-240X. The army didn't like that, so they moved in, killed the Guerrillas, and pulled the payload from the crash. So, I got to find it. The park looks big.
Where did they chopper go down? Near the visitor center. They got their weapon secured until transport. Ez nekem nagyon tetszik. Ez nagyon jó. We are the transport now. Hát ez nagyon jó, srácok. Rohadt jó ez a Spec Ops Mission. Majd, hogyha végzünk, akkor kíváncsi leszek, hogy mi lesz a véleményem. A PG 240X-et kell megkeresni, és az FND commandereket kell kiszedni, és ellopni tőlük a kulcsot. Oké, okay. És úgy kell elszállítani, hogy ne legyen sokáig napon, tehát hogy ne robbanjon föl. Jó. Aha, és itt így néz ki a tab. Tudunk Amigót cserélni. Inventory-t nézni, collection-t nézni. És itt újra tudunk tölteni. És még nem tudunk újra tölteni fél percig. Aha, és vannak ilyen pontok, ahol le lehet hűteni a PG 240-et, majd a PG 240X-et. Hát nem tudom, tudunk most módosítani a felszerelésünkön? Valószínűleg amúgy nem. Ja, csak a workbenchnél. Az a helyzet, hogy a hármast azt le akarom cserélni valami menőre. Még nem tudom, hogy mire. Úgyhogy akkor marad így. Nem merem tovább olvasni, hogy mit írt Adri. Annyit láttam, hogy lecsatolható, meg what the fuckról van szó. 65 million years ago. Ott vagyunk a bejáratnál, ott vagyunk most. És az észak-keleti részhez kell menni. A Visitor Centerhez. Hát de hát az, nem? Azaz. Végig kell menni. Oda kell menni, azt vissza kell jönni. Jó. Hát mi baj lehet ebben? Bejövünk, azt bent leszünk. Lola, do you know where the visitor center is? Shit, it's been too long. Can't remember. Look for the old maps. Túl oldalán lesz. I'll keep the meter running for you. Que coño? You charging me for this? Coño! Mondom, a túl oldalán lesz. Ez mit csinál? Hola. I am Tramposa. And I will be your guide today. Köszönöm szépen. Olyan izgalma. Dínók. Te úgy vannak enemik? Vannak enemik, srácok. Mi lesz akkor, hogyha meghalok? Ha, ki kell deríteni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e elsőre. Lehet előrejelzést indítani, hogy sikerül-e halál nélkül megcsinálni ezt a Spec Ops Mission-t. Hogyha esetleg van moderátor, aki ezt tudja intézni. Három lába van vadafaknak? Tehát botot használ? Jó. Kell nekünk egy ulúzó, csak mondom, hogy maxos lett, tehát hogy megvan az összes képessége. A füst, amit egyébként írtak a Mist of Okuról, az azt írják, hogy smoke-kal van körülőjéve, de hát nem tudom. Come on, girl. Jó. Mi? És ki? Let's és go! Honnan? Get them, girl! Nyomja neki, jó lúzó. Ah, hát ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt. Milyen menő dínók vannak? Ezek raptorok, nem? Meglátná Adria az első, hogy raptorok vannak itt a Far Cry-ban. Meg Esposito, ugye? Esposito raptorok, mi kell még?
Jaj! Jaj! Most akkor lebuktam? Hát nem tudom. Annyira izgultam játék közben, hogy amikor szüni volt, akkor... Amikor szüni volt, hátra raktam a kezem, és hátul a széket kicsit szétszettem. Nem kell izgulni. Nem harapunk. Hát ott... Nem is haraptunk. Officer. Have to be careful. Lehet amúgy már most kéne kulcsot szerezni. Officer! Ott vannak olyan officer-ök, ezek nem officer-ök egyébként. Jó, azon a részen már túl vagyunk, a bejárat, hát valahol erre kell, hogy legyen. Kell keresnem egy térképet, hogy megtudjam, hogy hol vagyok pontosan. Ott egy kecseg az úton. Hát ezt le kell fotózni. Lopják. Lopják a kecskét. Azt most miért dobta el? Szegény! Jó, hát hogyha már eldobta, akkor enyém a lootja. Nincs loot. Szarjáték! Ó, azt mondja a játék, hogy jó helyen vagyunk. Oye, I found a visitor center. Not sure where the cooler's at though. Shit, they might have moved it, but it can't be far. Rhea Campos is the name of the lieutenant there. She probably has a key. I'll find her. Suerte. Aha, így lehet használni. Ez itt micsoda? Loot. Nekem valami szupresszoros fegyver kell ide. Mi van szupresszor? Szerintem amúgy nem sok minden. Az ott szupresszor lenne? Aha. Ez itt bizony szupresszor. Na gyere rám. Ó, itt nagyon kattog valami. Ujjjj. Valakinek gyanús voltam. Szia. Ez golyóálló, de sniperrel. Sniperrel le lehet szedni a golyóálló dolgokat. Óha. Jobb is, what the fuck. Jobb is, hogy nem tudod, mi történt itt. Ezt ide most miért jöttünk fel? Hát itt nincs semmi. Hát nincs itt semmi konkrétan. Found it. Mi, mit találtál? Ott van valami. Lola. Az nem jó. Hadd be, hadd be, csinálj meg. Hát pedig valaki itt van. Na mindegy, megy a menő zene. Csináljuk. Na?
got their weapon and heading back to you now. Shit, you are good, Guerrilla. Keep that weapon cool in the shade or with water. Aye, Savaske? Grab me something from the gift shop. Ah, you don't want that. Everything's covered in blood. See what they get. Nyomja meg a kérdőjelet ahhoz, hogy fegyvert váltsak. Értem. Egy sík már van rajta. Kettő. Mintem oda kell mennünk, három. Basszus. Hát ez nem így megy, srácok, hogy én csak itt izé lazába nyomulok. Akár. Egy sík. Kettő sík. Az nem jó. Nem tudom hány csík. Négy csík. Water over there. Azt megölted már? Ó, nagyon jó. Nagyon jók vagyunk, srácok. Megyünk tovább. Időre megyünk, srácok. Sietni kell. Tárázás azért meg belefér. Ó, na ez gond, ez gond. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát nagyon füstöl a zsebem. Jók vagyunk, srácok. Azt hiszem az ott a kijárat. 300 méter. Le kell Google... na, azt írja a játék, hogy a sima víz is jó. Abba is le tudjuk hűteni, hogyha legoogolunk. Hát itt már nincsen víz. Futi, futi, futi. Futi, futi. Ügyes voltál amúl, úgy Adri. Túl izgultad a dolgokat. Getting a little too warm. Várja már, az árnyék is adja. Lola, I'm at the front. Where the hell are you? Az árnyék. Az árnyékban nem nő. Hát az árnyékban érdemes megállni. Az árnyékban érdemes játszanunk. Sam, are you close? Szekurálni kell a parkot. De jó. Hát ez nagyon jól ki van találva. Ez nagyon jó, srácok.
Még a fegyveren is látszódik, hogy hogy áll. That is fucked off. Nem látom. Like a fucking extinction if you don't get here soon. 71%. Nem tudom, hogy... Ja, látom. Pücs, persze. Na, adod ide a... ezt. Vagy az újat. Az overclock voltat. Hú, hát ez egy lövés volt. Jó, ez az overclock volt. Hol lehet? Ott van. Öljed, alúzó. 93%. Kösz. Amúgy csak meg kellett ölni az enemit. Szevasz Joker, szevasztok srácok, üdv mindenkinek. So, what'd you give me from the gift shop? This military grade chemical weapon. Well, you can make it up to me with ice cream. Jaj, amúgy nem is mondtam, what the fuck, kitartás neked mára. Bár lehet már nem is vagy itt. Oda néz. Ez olyan, de ez nagyon nyomta. Stealth killek voltak, macsétek killek, melee killek. X-et kaptam, mert nem kóba csináltam. Negyed óra volt megcsinálni ezt a mission-t. Jó cucc. Jó cucc, srácok. Achievement. Na ki kapott achievementet? Na ki kapott? Ki csinált meg egy kihívást? Hát nem kalácska. Várjátok, lehet letudom nektek fotózni kalácskát. Sikerült, de beletrolkodott. Nézzétek, milyen kómás feje van. Az dömol vagyok. Minden kis Nessre felfigyelt. Na, hol is van? Mit tudom én, valamelyik achievementet megkaptuk. Azaz, ezt szereztük meg most. És kell még csinálni 14 treasure huntot. Tehát az összeset. Amúgy ezen lehetett volna nyerni ezen az előrejelzést. Hogy állítom meg a nest? Hát... nem tudom, valami szuperbotnak kell a birtokába lenni. Hogy állítod meg a nest? Ne szállj. Özé. Lehet ma hamarabb vége lesz a streamnek. Na, srácok, ez azért menő volt. Menő volt az első Spec Ops missionünk. Na, Lola. Van neki ilyen makeója, meg kokodrilója. Az a gond ezekkel, srácok, hogy... Ezek co-op missionek. Nagyon érződik rajta, hogy egy scope mission. Egyedül meg minek, értetek? Nehézségállításnál ugye sokkal durvább lesz az enemy, sokkal kevesebb HP-d van, ahogy látom. Itt például a standard missionnél meghaladtam volna végtelenszer, és nagyon kevés katona védi a cuccost. Itt meg már vannak commanderek, Special Force, meg már mindenből nagyon sok van, sima katonából, tehát rendesen útvonalakat kell kalkulálni, hogy akkor most merre menjünk, hol védjük meg, meddig töltsön a cucc. Ez nagyon jó, aki van találva, és ilyet kéne nyomni, srácok. Ez tetszett. Egy jó kis
egy jó kis ilyen Spec Ops Mission kóba. Szerintem azt élveznétek. Rákészülünk, egy úrunk, gyakorlunk. Ott már a build sem mindegy. Ó, na hagyjuk már. Milyen sapkát lehet szerezni, azt látjátok? Milyen jól néz már ki. Danny. Igen. Dekontaminentes, és ez is valószínűleg az volt, itt a chestet. I mean, jó, és jönnek még Spec Ops Mission-ak. Black Marketről megvettem ezt a kettő cuccot. Meg lávalámpát is lehetne. Meg nyúszit. Jó van. Hát most feláttátok, hogy milyenek a Spec Ops-ok. És az a helyzet, hogy az Insurgency-hez a kokodrillót kellett volna megcsinálni. Srácok! Nem hiszem el! Hát ez szemétség! Szemétség! Jó, hát akkor megcsináljuk ezt. Nem tudom alapból feljebb rakni a nehézséget. Ezt a végig kell nyomni. Ezt a végig kell nyomni, hogy lehessen nehézséget állítani. Hát jó van. Hát jó van, játék, akkor ezt is megcsináljuk, ezt is megmutatom nektek, a kokodrillót. Emlékszünk? Hogy ne emlékeznék? Direxire még a mai napig fel vagyok iratkozva. So you sell goods out of your taxi. Ez most ugyanaz. Yes, and I get hot gossip from my fares. It's how I found out about this crazy shit on the market. Mai napig nyomja a videókat, csak már nem olyan témában, mint annó. They're going to use it to break your revolution and then get rich selling it to the highest bidder. Ez amúgy ugyanaz. Ez ugyanaz, srácok. Jó, hát ez ugyanaz. De azért nem skippelem el. Lehet most is előrejelzés, aha, sikerül-e halál nélkül, bár a halál nélkül azt nem, észrevétlenül megcsinálni. Sikerül-e észrevétlenül megcsinálni a küldit? Az úgy vesznek észre, hogyha sárga lesz a... az a kis sáv, ami ott van középen. Sikerül figyelmeztetés nélkül elfoglalni? Hát, az elfoglalni, értsétek úgy, srácok, hogy kimenekíteni a cuccot. Nekem tetszik az érdem. Señor Álvaro Rocco Loco. Azta. Azt láttátok? Rocco's holding a funeral for his beloved croc, so his security will be distracted. The weird just got weirder. Croc Man is a weapons dealer. He's about to ship one overseas called PG-24X, but I think Libertad should have it. You and me think alike. Just pop open the cooler, grab that weapon, and get the hell out of there. Okay. A figyelmeztetés az emberekre vonatkozik, az állatokra nem, mert az állatoknál azt hiszem nincs ilyen méter, de majd megnézzük. Ó, öten vettetek részt az előrejelzésen? Merre kell menni amúgy? Hol a bejárat itt? Ez már az. De jó ég. Ott vagyunk, azt végig kell menni. Tehát rendes útvonal van. Mármint, hogy gondolom az nagyon védett. És hogyha én arra megyek? Szevasz, Marci. Hey, just heard the cliffside trail southeast of the lighthouse. Az a helyzet, hogy akkor most ezt a fegyvert lecseréljük. Vagy van itt workbench. Átszerelem akkor a fegyverem lopakodós fegyverre. Lopakodós fegyvert csinálunk ebből. És megnézzük amúgy azt a fegyvert, amit ami ott számol. Lovacska elmondta, hogy kell megnézni, úgyhogy megnézzük. Very stealth, azt kell nekünk. A legdurvább suppressort rakjuk rá. Adjad.
Very stealth, nagyon jó. Weapon damage, body shot damage. Hát amúgy én csak headshot lövök, úgyhogy mindegy. Mit akarunk? Fegyvert megnézni. Mondjuk a hármason cserélünk egyet. Mondom, cserélünk egyet. Jó, hát nyomatunk Y meg Z, de ezen ugyanúgy nem fog látszódni. Ja, mert nem is ez az. Hihi. Jó, hát így se látszódik, mert nagyobb fovot kéne beállítani. Ez az Z. Ez az Z. Jó, hát itt nem látszódik. Lehet fovot állítani amúgy a játékban? Fov? Lehet. Jó, akkor felrakjuk 120-ra, hogy biztos látszódik. Jó, felhúztuk maxra a fovot, de ugyanúgy nem látszódik. Akkor mindegy. Üdv mindenkinek, srácok! Ahó, ahó. Jó. Amúgy az elfoglalni, az csak a küldetés első része. Tehát utána már jönnek, tehát hogy ott nem lehet észrevétlenül megcsinálni, amikor már jönnek vévekbe. Jó, ezt nem beszéltük át. Úgyhogy törekszünk a lopakodásra, és akkor mindenhol él a figyelmeztetés, kivéve amikor vévekbe jönnek. Figyelmeztetés az alarm akar lenni? Nem, itt a figyelmeztetés arra vonatkozik, hogy észrevesznek-e, felfigyelnek-e ránk az őrök, meglátnak-e minket. Mert akkor már mindenki jön ránk. Na, hadd szóljam! Oh, nagyon jó. Ha most megölöm őket, visszafele vajon itt lesznek? Amúgy biztos itt lesznek. Na jó, hát ezt átrakjuk egy lövetőre. Jaj, te én szerettél valamit? Yes. Megöltük őket, aztán majd meglátjuk, hogy megérte vagy nem érte meg. Riasztanak, vagy automatikusan mindenki jön rád? Hát ott, amikor egy csomagban vannak az enemik, akkor az összes enemi rám jön, hogyha egy észrevett. A riasztás az meg csak az objektumnál van. Kéne valami térkép. Sneaky. Oh. Hát nem kerültünk, srácok, konkrétan végigjöttem az úton. Ja, elgépelsz? Hát megesik az emberekkel. Ne izgulj azon. Hát amúgy most oda kell mennünk, nem?
Nem. Azt mondja, a Lighthouse-hoz kell menni, jól van, akkor oda megyünk. Villa Cocodrilo southeast of the Lighthouse. Tehát akkor nem a Lighthouse-hoz kell menni. De gondolom a Lighthouse-nál kell kimenni. Húha, na mit tudom én, valószínűleg akkor, akkor oda kell mennünk. Hú, srácok. Megyünk a villához. A Lighthouse-nál nincsen villa. Bambi. Én a Space-re szoktam rátenyerelni. Olá, srácok, olá. De nem jó fele jöttünk, srácok. Hogy ez lesz az? Hát ez az. Faró. Azt írja, sok a krokodilus. Akkor valószínűleg nem ide kell jönni. Villa Cocodrilo. Hoppá. Hát ez civil. Megyünk innen, megvadultak a krokodilok. Tudnám, merre kell menni? Amúgy. De hát a civil miért ment oda mögé? Ez a civil hibája volt, egyetlen. Beállt a katona mögé. Grácia, grácia, hol vagyunk? Vat, ennyire rossz fele jöttem volna. Tehát nyugatnak kell menni. Majdnem lebuktunk. Nem tudom, hogy hol vagyok, srácok. Jó. És menni kell nyugatnak, tehát erre tovább. Tehát onnan jöttünk, nem? Onnan jöttünk. Hát akkor hülyeséget mutattam úgy szerintem.
Igen, igen. Mert ott a krokodilus. Én füstöl ott annyira amúgy. Mit égetnek szerintetek itt? Airdrop. De jó. De durva. Narancsot. Narancsot égetnek, annak narancs füstse lesz, azt mondod. 10 pont. Én miért voltam neked rögtön ilyen gyanússal? Júj! Nem látom sehol. Ott volt a kis buksja. Ott a villa, srácok. Viszont itt hol a lighthouse? Nem vágom. Csak végig jöttünk a főúton. Bum bum bum. Bum bum bum, kakasos. Hilfe, hilfe! Lola, your intel was solid. Rocco loves him some crocs and is totally beyond help. Know where the weapon is? It's in the cooler, but I'm guessing only Rocco has access. Do what you gotta do, Danny. Just don't become yeah. bad food. Don't worry. Onnan jöttünk? I think Rocco's kids like more oh. expensive cuts of meat than me. Oh. Onnan kellett oda menni. Ezek szerint? Ó, hát... ezek szerint a tájékozódás nem az erősségem. Adios. Adios reinforcements. That shoot this alarm. Oye, I think I found Rocco. He's the only one here who looks stupid enough to build this place. Dale, Danny. He's got to have the key for the weapon cooler. Yeah, this is going to get ugly. It's win-win. One less Singao and Yara, and Rocco gets buried with his croc. Have you always been an optimist? Got to be, and today is Yara. Hívunk halózót. Basszus. Jól vagy? Adózó. Kicsit félek. Thanks for the key, croc breath. Hát nem simogatni akartalak. Oh, nice kitty.
Basszus, hát ott van fent. Kamera. There it is. Ez jó volt, srácok. Még ugyan vissza kell vinni. De azért tetszett. Feelinges. Mondjuk úgy, feelinges. Good news, Lola. Rocco's with his croc in Swamp Heaven. And I got what we came for. Nice work, Danny. I'm on my way. Careful with the PG-240X. It's highly volatile. Muchas gracias. I was trying to forget about that part. Just keep it cool. Try to stay in the shed. Get it in water as much as you can. And you'll be fine. You'll be fine, she says. Na, vissza kell vennünk a vízbe. Hol van double jumpom? Érzékeny a tűzre. Értem. Ja, onnan jöttünk? Oké. Okay. Erre nincs idő. Lesz valahol előttünk az enemy. Azt mondja, hogy ott vagyunk. Hát jobbra kéne menni. Hogy áll? Jó helyen állunk. Ó, így azért izgalmasabb, nem, srácok? Így lopakodva. Go!
basszus. És akkor térkép alapján már nem vagyunk messze. Basszus. Ezt nézem, hogy kell-e nekünk az a pont? Kell. Kell nekünk az a pont a víz miatt. Ugye? Ja, hármas és ott a vége. Hát igazából följebb tudunk menni? Nem. Gond, hogy nem tudunk följebb menni. Jó, hogy most már szép a hely. Ó, ez micsoda? This off in that water. Most megyünk feljebb, srácok. És ez itt már a vége. De ahogy látom, van valaki a bázison. Azt hogy lát. Water over there. Lola, I'm at the lighthouse. Where the hell are you? Na, sikerült, srácok! And get me the hell out of here. Disculpa, Danny. Turns out that Abuela was a client who thought I sold her a t-shirt cannon instead of a rocket launcher. Meg lett szerencsére, srácok, a... az előrejelzés. Need that water to keep this thing from overheating. Alózó, ébredj! Százalék. Aha, az igen, nyert. Sikerült. És még a küldés meg lett. Instant inner trauma for anyone. Huszonöt perc. És nem robbant fel.
Jó, szuper. Maceo. Micsoda? Ja, nem akarunk semmit sem. Nem mondunk semmit. Maceo. Na, srácok, a másik mission, amit most nem nézünk meg. Ez egy repülőtér. Az egy repülőtér lett volna. Gratulam mindenkinek, aki arra tippelt, hogy az igenre. Aki az igenre tippelt. Ahogy látom, egy ember volt, aki az igenre rakta. Most indul újra? Basszus. Igen, elindítottam a második missiont. Ezt nem akarjuk megcsinálni. Azért kellett nekünk ez a krokodilos küldi, és kacok, mert ez kellett a The Insurgency-hez. 1000 XP. És 3000-et kapunk, Jézus, 3000-et kapunk, hogyha megcsináljuk ezt az Insurgency-t. Látjátok, ez volt a kokodrilós. Jó. Kell egy workbench nekem, és akkor visszaszerelem a fegyveremet. Méghozzá olyanra, hogy suppressor az eljön róla, a kompenzátorra sokkal jobb lesz. És fel akarom szerelni a primary weapon 3-asomat, az overclockolt a robbantgatómat valami jóra. Legyen ez a skinje. Legyen rajta valami fityegő. És akkor standard ammo. Cheap, aha. Smoke-ol is, poison-ol. Kikapcsolja a vehicle-t. Értem, illetve a szekuritásos eszközöket. Üzel. Hát MP gránátot, azt megnézzük, hogy milyen. Helikopáterre kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd. Sight-ot erre a fegyverre szerintem felesleges rakni, de mivel van csomó mindenünk, ezért na, hogy rakunk rá. Bullet spread. Legdrágábbat rárakjuk, mert megtehetjük. Aha. Weapon damage. A below, hát az valószínűleg nem low HP-se. Headshot-tal se fogunk nagyon ölni. Movement speed az jöhet. Célzás közbeni movement speed, gyors elővétel, gyors reload. Reloadoljuk ezt, reloadol minden, az is jöhet. Ahogy látom, srácok, erre mindent tudunk rakni. Headshot damage, hát nem tudom, headshot. Ha valaki felrobban, az headshotnak számít, srácok. Jó, és akkor oda kell menni. Oda fogunk repülni. Ennyire keményben vagyunk, srácok. Akkor nem vágjátok ezt a headshot-os, robbanós témát, igaz? Hát mondjuk olyat lehet kiírni most előrejelzésbe, hogy sikerül-e halál nélkül megcsinálni. Miért egy FND bázison? Ja. Ez egy FND bázis, értem. Egy FND bázisra tartunk. 3000 XP-s FND-s bázisra.
Köszi szépen a kiírást, Dave. Tehát ide a pontjaitakat még egészen másfél percig. Ha, vicces, ahogy kinéz. Egy ember rakott rá eddig, srácok, az nem sok. Többiek? Hey, found Maria's TV studio. That's a key location for us. It's where her commercials are shot. But we think a guerrilla is being held inside as well. I'm on it. Ott kiugrunk, srácok. Ezt meg akartam már nektek korábban is mutatni, hogy mi ez a laptop. Volt egy hideout fejlesztés. Igen, jól látjátok, kiugrottam a bázisom. Volt egy hideout fejlesztés, amivel lett a bázis körül egy laptop. Minden bázis körül van egy laptop. És hát itt a laptop. Figyeljetek, hogy mit tud. Pityi-pötyi. És ott is van. Mindent látunk. Ott egy csapda, egy kamera, alarmos cuccos. Van itt minden. Mindent felfed nekünk a játék. Na, azt hittem, srácok, hogy mindenki csak az igenre fog tenni. Egy valaki bevállalta a nemet 500 ponttal. Szevasz, ja, jó. Többiek? Nektek nem jön be ez az előrejelzés? Vagy egyszerűen most nincs időtök most ezekkel foglalkozni. Úgy kalkuláljátok ezzel, hogy ez egy 3000 XP-s küldi. Szóval valószínűleg nem egyszerű. Mizusa, jó? Ja, csak hallgatod, aha. 90%-ban csak hallgatod a streamet, aha. Amúgy a retegegér 500-at simán megért. Hogy lóg le ott. Még jó, hogy halált értünk és nem figyelmeztetést. Szerintem megöltük a főnököt. Nem leszek öngyilkos.
Kaboom! Guerrilla, there's air support incoming. Move in! They are on the gun! Ott is van. Hát az MP hogy kiszedte az MP gránát? Srácok, ez egy 3000 XP-s küldi volt. Semmiben nem volt másabb, mint egy... nem kapok bónuszpontot. Semmiben nem volt másabb, mint egy bázis elfoglalás. De az Insurgency crash-olva lett. Szevasz, Johnny. 3000 XP, rang 18. Gratulálok mindenkinek, aki arra tippelt, hogy ez egy sima liba. La Americana. 1250 moneda. A moneda egyébként, amiért a Black Marketen lehet vásárolni. Na, hát most már azt is tudjuk, milyen ez az Insurgency. Meg egy Spec Ops-os kulcsot. Used for opening guerrilla dead drops in special operations. Elnyertétek retekegérnek az 500 pontját. Retekegér pedig hatalmasat szakított volna, hogyha bejön neki a dolog. Na nézzük csak, mi ez a dead drops. How to get guerrilla dead drops. Na ezek a kék ládikók narancssárga fedéllel, ahogy látom. Azt mondja nekem, mi van benne? Na, opening a guerrilla dead drop rewards players, a cosmetic item, aha, illetve moneda. Jó, azt hittem, hogy mondjuk nem tudom, mit hittem, de hogy, ja, logikus, hogy cosmetic cuccot meg olyan pénzt kapunk, amiből a cosmetic itemet lehet venni. Jó. Na, srácok, hát akkor ezzel is meg vagyunk, és én azt találtam ki, hogy treasure-ös küldiket csinálunk. Az első itt lesz. Vagy hol lesz? Ha ez egy bánya, akkor itt lesz. Nem ez hivatalosan nem bánya. USB stickért akarok menni, és ez egy treasure missionnél van. Pont az első egyébként. Van interaktív, Far Cry-os interaktív térkép. Na, Jarát mutasd nekem, rejts el mindent, aki esetleg szeretné ezt a térképet használni, annak most beküldöm a chatre. Ott van. És megpuskázzuk az USB stickeket, meg is van. És az kell nekünk, ami nincs itt, nem tudom, hogy melyik az. Los Caminos de la Vida. Az megvan. Akkor Ay Lola La Figura, ez lesz az. Ay Lola La Figura, és ez Cruz de Salvadornál van. Fú, hát én ezt nagyon benéztem. Itt van. Ez az. Ez kell nekünk. And the beat goes on. Ez egy underground klub, amit elárasztott a víz. Egy barlangban. Jól hangzik. Jól hangzik, csacok. Ezt fogjuk most megnézni. Ott az utolsó USB-szik. Úgyhogy nem csak Treasure Hunt-ot csinálunk, hanem még USB-szikre is vadászunk. Nyugi, Dániel, nyugi!
Megláttam a minél napon, hogy itt van ez a gyrokopter, úgyhogy gyrokopterrá megyünk. Hát erre nem tudom, mit lehetne kiírni. Az helyzet Treasure Hunt-ra nem tudom, milyen erőrejelzéseket lehetne csinálni. Mondjuk, sikerül-e 5 perc alatt? Nem tudom. Marquez szállította le. Always on the lookout for new music. Let's see if I can find that thumb drive. Hát valószínűleg ez 2 perces. Ez egy 2 perces treasure hunt lesz így a terület alapján. És ez 5 perc mikortól indulna? Hát amikor kiírod, gondolom én. Nem tudom. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Dave. De valahogy föl kéne mennem. Ó. Oh. Szerintem már látom is, hogy hol van az USB stick. Haha, yes! Let's fucking go! I love this song! Ott van. Csak oda át kéne menni. De jól néz ki. Got to be careful here. Ja, igen. Kicsit megsokkoltam magam. Na, és itt mehetünk körbe. Azt a játék legyek óvatos, azt leszartam. Szólt a játék. Jól, meg is sokkoltam magam. Loot. Jaj. Azt sem tudom amúgy, hogy mi volt a lootba, majd a ládába, de loot? Hova akarja, hogy ugarja? Tessék. Ott jobb. Ah, látom. Ja, várj, benne állunk a fájós vízbe. Tehát nem szabad akkor ugrani, amikor éppen ráz az áram. Vagy ki kéne kapcsolni az áramot, hogyha már így átjöttünk az ajtón. Bármelyik lehet a... kettő közül. Mm-hmm.
Remélem, hogy erre kell jönni. Ez menő volt. Ez is menő volt. Jézusom, de tényleg ki kellett volna kapcsolni az áramot. Na, gyorsan! Nem csak, hogy megfogadunk, hanem még sokkal is. Most amúgy rossz helyre ugrottam? Vajon? Amúgy wingsuitolni lehetett volna. Jézusom! Ah! I got to time this right. Jaj! Jaj! Oh. Oh, meglát, srácok. Whoops! Didn't safely eject, I guess. Meglett! Meglett, skacok! Meglett az utolsó USB stick, és az első Treasure Hunt-os küldünk. Szevasz! Hogy ide jött? Szerintem gratulálni jött. Gratulálni jött, hát én meg így fogadtam. A hiányzó múzsa. Hiányzik a szeretője. Róza. Apecska. Már csak 13 treasure mission kell, skacok. És 100% a játék. Nagyon izgulok. Vajon sikerül összehozni a 100%-ot streamben? Mármint a mostani streamben? Annyira király lenne. Erre egy nagy előrejelzés, az a helyzet, ez 2 órás előrejelzés, meg nem akarok nektek. Csomóan kimaradnának. Szia, Halsley. Grazia, grazia. Viva libertad. Viva Libertad! Bizony! Üdv mindenkinek, skacok! Guess I should look for this Rosa. Hol lehet Rosa? Rosa! Rosa! Szívurs személy Rosa! Dani Rojas! Bizony! Dani Rojas! Személyesen! Kendőzetlenül! Na bakker. Okay. Sounds like I need to go to the cliff. Mhm. Cliff. Azt meddig lehet menni? Cliff. Oda cliff szerintem. Üdüd mindenkinek, srácok. Szerintem oda megyünk tovább. Wait. Rossi is the name of this hombre's boat? Tehát... Wow, just... Igen. Wow. Én is ezt mondtam volna, Dani. Nagyon szépen megfogalmaztad. A csávónak...
a szerelme, a múzsája, a hajója, csak hogy így, merted, Róza. Hát mondjuk nem tudom, nem volt még sose csónakom. Mondjuk ez a szép piros. Ez Natália, ez meg Daniela, az meg ott Silvia, Sabrina, Lisa, Laura. Na ne szíves, hogy kint lesz a parton. Claudia! És hova van rossza? Ott lesz? Az, az, az. Hűha. Most mi van? Már majdnem beszóltam, hogy karrier. Ugye visszamegyünk, srácok. A blessing. Amen. Crystal speak of reckless. Ja, hi, biztos nem csinálunk ki arra a sztorit, ne haragudj. Micsoda? Csakra? Úristen, ez valami jó küldetés lesz, srácok, itt csakrákról beszéltek. Ó, igen. Lehetsz a hajó matróza. Hozzá bizony. Illutoljuk, azért lehet meghalsz. Kell kulcs, ne szívas! Ez mi volt? Olyan cápának tűnt nekem is. Szia, madari. Pirítós virslis ebédben volt majonézzel. Nálatok? Húha! Egy meghalt, csak mondom. Na, mit mondasz nekünk itt, játék? Nem lettünk okosabb, Róza. Nincs valami szett, amiben jobban bírjuk a vizet? Stamina lenne? Szerintem nem.
Fish Catch Radius. Valami perk lehet, hogy van. Az jó lenne. Wow, de menő. Menőséges. Ja, ez az adventure, ez nem tetszett. De ez a vakeró, ez menő. Pillanat, sajnszok. Az a gond, hogy nincs meg a kulcs. Hoppá. Valami rossz gombat nyomhattam. Az a gond, hogy nincs meg a kulcs, srácok, szóval meg kéne szerezni először a kulcsot. Ha lenne hajótok, hol tárolnátok a kulcsot, srácok? De jól ki van alakítva, mint hogyha egy bárkán lennél. Ez lenne az? The key to Rosa's heart. Aha. Jó kérdés, talán a házi krokodilom nyakába. Néz ki, hogy itt volt a bárban. Nem tudom, hogy van eszet egyébként, amivel miebbre lehetne menni. Cápa nyakába. Tönkretettük a hajót? Meg lehet lökni. Hát ez tök jó, hogy ilyenekre gondoltak. Még a noob játékosok is élvezhetik. Látjátok, hogy mit szereztem? Bezony! És megvan a teljes set, Dark Tech set. Lelassítja a security kamerát, illetve az autótöret detekciós speedjét. Miért nem mutatja a sapit? Köszi, köszi, G. Na, jöhet a következő Treasure Mission. A mongúz és az ember. G, te voltál a hónapban az egyetlen, aki több hónapos feliratkozást ajándékoztál. Ma néztem meg.
A mongóz és az ember. Című történet. Lehet, hogy egy mongóz, de ő örökre az ő La Comadreja lesz, azt mondja Álvaro. Végre elfogta. This guy has a serious pest problem. I should take a look inside. So this is Álvaro's place. No sign of Álvaro or the mongóz. Srácok, mindezt a védelmet a mongóz miatt csinálta. Ez a védelem egy mongóz miatt történt. What was that? Sounds like it's coming from that shed. Oi! Get back here! Menekül. Cool, no. Just stay cool. És meg kéne ölnöm szerintetek? Nem. Your mongoose reign of terror is over. Igen, most már vége a terrornak. Mi a fene? És bezárkózott oda a mongóz. Bezárta oda, akarom mondani. Gondolom fel akarta égetni utána. Mész is vissza vízhálózatot építeni? Kitartás, Jim. Well to be done in this place. And mongooses. Na hát ez a treasure mission például kevesebb, mint 5 perc volt. Kiszámolta, hogy mennyi idő volt, srácok. Szevasz, Norbert! Itt mindenkinek, skacok. Oda megyünk, ott fogtak minket el. Antonióék. Mármint, hogy Antonék. 4 perc 32? Jó. Szerintem 4:20 volt. Szerintem 4:20 volt. Mi ez a hely? Büdös van, vagy mi van itt? The Legend of La Princesa. Tengeri barlang. Aha, jó. Ja. Screw the rules. I should check out that cave. Nem szabad leugrani. Szabályok azért vannak, srácok, hogy megszegjük őket. Kivéve a chat szabályzat, az szent és sértetlen. Jól néz ki. Gyorsan! Gyorsan! Meg ne fulladj 2G-vel! Na tessék! Ennek a kék lyuk barlangnak fel kell fedezni a titkát. Srácok, együtt fogjuk felfedezni a kék lyuk barlang titkát. Merre kell menni?
Ja, onnan jöttünk, oké. Johnny! Hát Johnny. Ez mi volt? Még a rendszer se jelzi ki nekem. Johnny, szerintem nagyon szépen köszönöm az 5 eurós támogatásodat. Köszi szépen a hozzájárulásodat a mostani célhoz. Miért nem jelzi ezt nekem? Halló? Újra töltés? Jaj, látom, lefagyott ez a rendszer. De nem bújhatsz, Johnny. Megtalálok. Megvan. Köszi szépen az 5 eurós támogatásodat, Johnny. Köszi szépen. More jellyfish. Let's make a deal, motherfuckers. You don't sting me, I don't kill you. Ah, tehát ide feljöttünk. És igazából oda lenne jó menni. Miért nem tudunk felmenni? Hát akkor elengedem. Jumpolni lehet, de hát innen tovább jumpolni nem lehet, ahogy látom. Konyo. This cave is big. Nem csak a káva big. XD. Ja, értem. Tehát, hogyha noob vagy, akkor itt jössz körbe, ahol én jöttem. Egyébként meg, ha profi vagy, akkor úgy csinálod, ahogy én először. Ezek fájnak, srácok? Bzzz. Hát a fulladásba fogunk meghalni egyébként. Ha és oda kéne átmenni. Nyomunk egy kis hiat. Ez egy kis glúgy hír. Itt vannak ilyen olvasnivalók. Gonyo. Some crazy drama went down in here. Szerintem arra kell menni. Vagy arra? Jó, sokáig bírja azért a karakter. Na nézzük, honnan folytatjuk. Hát kicentíztük ezt a fulladást, ez biztos. Oké, szóval, hogy... Akkor speedrunolni kell, értem. Nem viccelnek. Nem viccelnek, srácok. Amúgy ott voltunk a végén.
Szevasz, Durov. De hát ott van lót. Ja. És ott le lehet ugrani. Jó? Jók vagyunk, srácok. I wonder if La Princesa is up there. Pablito, ő itt Pablito. Ó, és itt a fat loot. This must be La Princesa. Que voilà, Your Majesty. És mi a loot? Egy charm. Ne csapkodjátok meg a hordókat, hogyha nem tudjátok, mi van benne. Most itt egy charm volt a loot, amúgy. Hol a kijárat? Van a küldetés, gyorsan elportulunk innen. Nem akarom tudni, hogy hol a kijárat. Kombat? Azt mondja, a játék kombat van. Ja, látom, hol a kijárat. Hát... charm. Általában ezekben a ládákban valami nagyon hasznos dolog szokott lenni. Lehet, hogy én a legtöbb hasznos dolgot már összeszedtem egyébként. Hogy miért írja azt, hogy kombat van, az egy jó kérdés. Ezt kivel harcolok? Még a minimapon se jelzi. Ja, hát még mindig kombat van neki. Az jó. Kopogó szellem volt a hordóba? Én mindig kombat van a játék szerint, de hát ezt kivel kombatolunk? Tudom, most valakit meg kéne venni, hogy ne legyen kombat. Nagyon utálom a kombat bugokat. A WoW megutáltatta velem. Na végre. Hol is tartunk amúgy? Beállítjuk az irányt, 450... 400 méter, jó, valahogy úgy. És akkor... Tehát még 10-et meg kell csinálni. Nagyon lassan haladunk. Ez nem bug, ez egy metafora, hogy örökös küzdelembe vagyunk önmagunk. Te itt harcolni akarsz? Te is? Vámos, vámos. Ő is harcolni akart. Krokodil könnyek. With all these soldados around,
I wonder if he made it out. Carajo. That's a lot of hungry crocodiles. Shit. Be careful. Louise! Ládi kóját ki kell nyitni. Azt hol lesz Louise ládája? Jézusom! Ne is jövünk ide. Keménybe. Csak keménybe, srácok. Leverjük a láncokat. Ennek is metaforikus jelentése van. Egyed az MP gránátot. Carajo. That's a lot of hungry crocodiles. Homolyan? Ezt még nem hallottam. Got to be Luis. Pinga. Something big chewed your arm off a city. Igen, valami leharapta a karját. Ő lesz Beatrix! This has to be the key to your boyfriend's stash. Too bad you ate him. But that's love for you. Megette a szerelmét. Louise házát kéne kinyitni most. És Louise háza... Ez? Nem. Louise háza az lesz ott. Nem tudom, Louise, hogy járt haza. De biztos nem így. Lehet amúgy itt ugrott fel. Another day. Another Surf and Turf Rifle. Surf and Turf Rifle. Na mutasd. Surf and Turf, ott is van. Ilyet kaptunk. Menő, ez a, az MS-16L. És itt a La Americana. Jól van. Hát valami pisztoly. Aha, 19-11. Meg a letális dózis. Megyünk tovább, srácok. El Krokodilo Charm. Krokodilo. Dév már, amikor megszületett is egy gyönyörű gondolat volt. Sőt, még mielőtt megszületett volna, már akkor gyönyörű gondolat volt. Na, megjöttünk.
Na, azt mondja, hogy én egy igazi arai vagyok, és egy igazi arai megmásza a sziklákat, fölmászik a hegy csúcsára, és megcsinálja a misszióját. Az igazi arai nem érez fájdalmat, szóval visszamegy. Mi van, hogyha eltöröm a lábamat? Mi van, hogyha eltöröm a kezemet? Még jó, hogy megtaláltam ezt a narancssárga dobozt, hogy le tudjam mindezt írni. Hát szerintem te hülye voltál, nem igazi arai. A tetején van egy airdrop. Ja, eltöröm a lábam vagy a kezem, egy igazi arai, akkor egy amerikai focis. Lehet amúgy. Lehet amúgy. Első próbálnál eltölte a kezét, másodiknál a karját. Akkor is felmegy az airdropra. Az igazi arai nem hagyja magát befolyásolni, ezért leülök a fotelbe, a helycsúcs meg beverti. Jaj! Majdnem leestem. Jaj! Ó, az igazi arai most beverte a fejét. Na. Ja, értem. Kezdhetjük előről. Tehát ha beverem a fejem, akkor kezdhetjük előről. Hát igen. De hát meg kell mutatni, srácok, hogy ki az igazi arai. Nagyon lezser voltam. Lehet ezt mondani? Nem vettem fel a hegymászó felszerelésemet, srácok. Az volt a gond. Most hova megyünk? Ja, fel. Nem szabad kapkodni. Amúgy itt hogy kellett volna átjönni? Ja, ugrálva. Hát igen, ugrálva kellett volna átjönni, srácok. Ott is van! Ott is van! Már nem vagyunk messze. Már nem vagyunk messze. Remélem nem fog fájni. Jó, nem fájt. Most mi van? Might have been worth it for the view. Ennyi? 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 Tehát, hogy kaptam 11 amót, amit előttem arra, hogy ide fel tudjak jönni? Tehát gyakorlatilag semmit nem kap... Na azért. Na azért. Na azért ott is a nem 16, egy jó van. Mit kapunk meg? Azt pont elszkippáltam. Vagyjad. Kettő Supremo bond. Na. Jó, már majdnem. Már majdnem beszóltam, hogy szar a loot.
Óha. Na, közben sikerült itt újraindítanom a jelzőrendszert, és most már látok mindent, ami történt, vagy történhet. Haszom, micsoda? Mi a manó? Az hol van? Ja, lent. Akkor viszont bejövünk. De azt hogy? Lent. Lent van. Az hogy? Hogy lehet lent? Ezt nem szabad elfelejteni, srácok, hogy itt van loot. Valószínűleg amúgy a kincskeresés pont levisz minket. Úgyhogy nem is nagyon kukucskálunk. Okot néztem a sárba. Nem. Beállítottam, hogy lássam itt az értesítéseket, mert sajnos Johnny értesítését nem láttam. Mondtam én. Le kell menni a bunkerbe, az ott lesz a fat loot. Nem tudom, láttátok-e már a kis pisztolyomat, de most megmutatom. Hát szerintem ő ott van fönt valahol. Come on. Te ott már egy meccsönben. Ó, hello. There's an engineer. Ja. Már nincs ott engineer. Aha, tehát azt mondja, hogy el kell vágni az áramot. El kell vágni az áramot, az jó lesz. Na jó, hogy vágjuk el az áramot? Szerintetek? Szerintem oda kéne feljutnom. Ti láttatok létrát oda, skacok? Ez ennyire egyszerű lett volna. Hát. Ha ide jövök. Na, most akkor én ezt túlagyalom? Vagy most mi van? Ez most komolyan él lesz. Akkor innen meg lehet nyomni?
Mi a szar? Tehát nem tudok bemenni. Hogy jöttél fel? Nem ott kell valamit bent szétlőni? Szerintem nem az ajtót kell nyitni, hanem ezt. Mit gondoltak erről? Hát ez nem nyílik. Húha. Lehet kéne nézni róla egy videót. Tatsz Hemonei. Az elektromos ajtó a megoldás kulcsa. De ez... Ja, ki kell lőni a zárat. Ez lesz a trükk szerintem. Ki kell lőni a zárat. De, hogy így, azt lehet látni? A gázolinát kell? Ja, hogy ki kell, szét kell lőni, és akkor ez lesz a megoldás. Oké. Okay. Hát nem lehetett belátni egyébként. Fuck yes. That hatch is my way in. Siker, srácok! Köszi a elpet. Where does this go? Nem gondoltam volna, hogy a gázolina lesz a megoldás. Nem gondoltam, hogy a gázolina kilövése jelenti majd a megoldást. Ez meglepett. They found buyers for all that shit? Okay. Look at this. They lock up our true history. Or worse, burn it. Nice office. Ez Hozénak a bunker, ez valószínűleg amúgy Hozénak a bunkerje. Oh shit. I want one. Menő ez a bunker, srácok. Hozé simán el tudott volna rejtőzni. Na, és akkor nézzük, hogy mi ez a loot, amit szereztünk. Jött az M16. Ott pedig a Sobek Special.
Hát igen, ez valóban rohadt menő. Meglett az összes unique sniper ezzel. Sniper! Milyen volt a napom? Jó, köszi a kérdést. Minden frankó. Szerencsére minden frankó. Csináljuk az Esperanzás Treasure Huntot. Szóval nem repkedni kellett, meg nem lőni a zárat, hanem felrobbantani a gázolinát. Nem gondoltam volna tényleg. Hát a repülős kocsi az ide most nem jó. Hát amúgy nem is kérünk kocsit. Miért kérünk egy olyan, ugyanolyan kocsit, mint amin van? Ezt ki akartam próbálni? Már nem szép dolog, tudom. Hogy tetszik a játék? Hát, tennap kijátszottuk. És most meg maxolni próbáljuk achievementek, vagy mi az challenge-ek. Megcsináljuk az összes challenge-et a játékba. Már csak egy van, hogy az összes treasure hunt meglegyen. Ha annyira a kihívásokra megyek, akkor szerinted tetszik-e nekem a játék? Na, hogy igen. És igen, az ott egy valkűr csibje. Kocsinál. Hát a kocsiban. The last one to leave. Na, az anyuka, igen, az anyuka írta a Felipe-nál, Kanának és Jorge-nak azt, hogy Outcast táborba került a papa, ő meg túl idős ahhoz, hogy fusson, és nekik, Felipe-nek, Kanának és Jorge-nak még van esélye új életet élni. És a mama engineer volt. És hogyha a gyerekek meg tudják oldani ezt a feladatot, ezek szerint nem tudták, akkor kapnak jutalmat. Jorge. Jorge. I think I knew this family. What happened to them? Ez az első loot az ott lesz. Te hallottál ott valamit? Ó, és hol vagy? Húha! Halt. Szóval ott az első loot. Szerintem neki nem lett lootja. Noob. Ennyire van hátra még a sztoriból? Hát ezt már végignyomtuk tegnap. Two more to go. Azt már végignyomtuk.
Oda kell elmenni. Most éppen 100%-oljuk a játékot. A játék. Can't breathe in there. Have to shut off. Can't breathe in there. Have to shut off the poison. Nem tudom, azt vagyok. Ja, értem. Okkal enged minket a játékbe látni. Nem tudom, hogy lehetne, ja. Jaj, hát ez a jánter, ez nagyon okos, ilyenek. Értem. Hát végül is meglett a megoldás utólag. Ide jön, nem? Smart, an engineer. She would have hidden the switch. Tehát itt van valahol elrejtve. Fel kell. Rádió, tévé. Aha. Oké, tehát rádió, tévé. Jaj! Hát akkor valószínűleg be kéne nyomnunk a rádiót, és be kéne a tévét, nem tudom. Jézusom. There must be more than one switch. Igen, igen. A rádió és a tévé. Valami távkapcsoló? Szós. Vadkutyákok. Igen. Visszaemlékezni akar a családi házra. Igen. De hát nincsen napfelkelt. Ez csak akkor... Akkor sikerül szerintetek megcsinálni ezt a küldét, hogyha napfelkelte lesz, hogy... Van egy kép a falon? Hát egyébként... Ja. Got it. Kép a falon. Ezek szerint... Azt hittem ki is crashelt a játék. Hát ez olyan tengerparti volt, nem? Vagy azért nem tenger? Nem, mert ez óceán. Ez valószínűleg az óceán parton van, nem?
Na, Anna és Jorge meghalt, Felipe élte túl a dolgokat. That's the last switch. And the last of the family. Szerintem ő oda beszorult. Senki nem szerezte meg, srácok, az utolsó lootot. I will put this to good use. I promise. Srácok, ide volt elrejtve a desert. Komolyan ide volt elrejtve a desert. Nice, nice. Aranydezert, csak az aranydezert. Oh, igen. Azt mondja, anyának ez az ajándéka, kezdjetek új életet a dezerten. Hát nagyon rendes anyuka. Gyakorlatilag meghalt az összes gyereke, mert senki nem tudta megszerezni a treasure-t. Hashtag megértem. Jó. Liquid Courage. Valami fura történik a... mi ez? Valami söröző, sörfőzde, valami ilyesmi. Hát valószínűleg, ha ilyet csinál anyukátok, akkor valószínűleg nem normálisok, szokszor. Hogy így. Három kapcsolót kell meghúzni, és akkor új életet kezdhetsz. És mivel kezdhetsz új életet? Egy dezerttel. Értem. Jó. So Maria is taking over this place. But the owner is still here somewhere. I got to find him. Azt mondja nekünk a játék, hogy itt van valahol a tulajdonosa ennek a helynek, ennek a sörfőzdének, és itt van a ládája is. És azt tippeli, mert arra gondol a játék, hogy nagy valószínűséggel az irodában van. Not enough pressure yet. Nincsen elég nyomás. Aha. Lehet, hogy nem is ezt kell most csinálnunk, de... ezt akarom. Nem hangzik jól. Ja, még látom, egyet kell csavarni. De most nem mondta, hogy nincs elég nyomás. Oh, I swallow some. Oh, no. I swallowed a lot. Aha. Huh?
kicsit berúgott a karakterünk. Nézem, hogy hol lehet a loot. Oh, ott a tulaj. Fuck. Nothing like a dead body to sober you up. You're not using your stuff anymore, right? Ellopták az álmomat. Ja. I'll hold on. Office key. Hát majd ki tudunk menni. Into orbit. Srácok, egy rakettavetőt szereztünk. Méghozzá ezt. Menő. Ura hangok jönnek kintra. Mennyi challenge-ünk van? Mert hogy mennyi treasure hunt-unk van még szerintetek? Aha, még 5. Jöjjön ez. Reális szemmel nézve minden ablakot gajakkal védenek. Egyszerű lenne kitépkedés, bemászni, ehelyett hülye feladatokat csináltat veled a Ubisoft. Hát látod. Bár jók ezek egyébként, én szeretek ilyen feladatokat csinálni. Lord of Yara's power comes from here. The truest Yaran. Employees terminated for entering the manager's office. What kind of come mierda enforces those rules? Shit, how do I get in here? Van valami értékes cucc a menedzsernek az irodájában, de ez itt be van zárva, úgyhogy valószínűleg itt fogunk majd kijönni. Be kell jutnunk a menedzser irodájába. Hát ez nekem gyanús, hogy innen kell. Igen. Nagyon furák ezek a hangok. Ja, azt hittem, hogy lefagytunk. Csak interaktálni kellett. That manager wasn't fucking around. Azt hittem, le lehet lőni a hulláját. De jó hangja van a desertnek. There is a notice. Haha.
Hát megtette, nem viccel, tényleg felakasztotta magát a csóka. A csöveknél volt valami dugulás, és... hát... ha tényleg. Ezzel én tudnék valamit csinálni? Hogy lőjünk rá? That worked. Can't be the only one. Hát igen, még van másik négy. Itt lemehetünk. Bingo. Flooded. És itt is dugulás van, tehát meg kell keresni, hogy hol van pontosan. Pinga, pinga. Van valahol skacok. Szerintem mit lesz? Utolsó. Let's see if we can get power. Shit. But I got to turn on some lights. Tehát akkor vissza kell menni, igaz? Most most vissza kell. Ó, basszus. Szegény. Valószínűleg ez itt nem lesz jó, a hullája, de hát gondolom most vissza kell mennünk. Ugye? Mindegyik világít. És akkor ez ilyen vízi áramerőmű? Okay. What's in that office? A kazánmester beivott és rossz helyen aludt. Azt a rohadt. Hát ő egy kicsit megszállott volt, srácok. Cojone. Obsessed. Igen, igen. Azt a rohadt. Szerintem ő volt a papa. Ez mondjuk beteg, srácok, ami itt van. Dear Anton, I hope I have not failed you. Love letters to Castillo. Psycho. The True Loyalist Shotgun. Ez elég kemény, srácok, ami itt van. És ez a menedzsernek az irodája. Szerintem most már itt ki tudunk menni. Így van. Szuper! Ez is menő küldi volt. Hol van még? Jaj. Hát dugulás elhárítók voltunk.
ebben a küldiben. Konyó! 767 méter át, addig nem fogunk elrepülni. Addig biztos nem repülünk el. Nyomom az eset, hogy menjünk be. Ez esélytelen. Oda nézzetek. Jó. Te helikopter, te engem akarsz? Hol kell lent? Látjátok a minimapot? Ez egy koponya. Hol kezdődik? Nagyon menő egyébként a minimap. Még lejjebb? Jó, akkor viszont valószínűleg én csaltam és feljöttem, és valószínűleg lent kezdődik ez az egész. Így van. Mesztelenkedések voltak itt. Bingo. What was in that gift shop? Just a bullshit story about pirates. Still, might be some loot. Ki kell deríteni? Yarra! Ez tetszik. Yarra! Got to be a way in there. Ott lesz a loot, és gondolom fel kell menni, hogy megszerezzük. Tud is takalózok. Simán lehet egyébként. A bendición. Még úgy is nudisták a kalózok, hogyha esetleg rajtuk van a sapka? Mint a kalap. A rich boy and a drunk. Pirate hookups in Yara. Himbilimbit nem takarja? Uh-huh. Rengeteg történet. Igen, itt feljöttünk, és itt kéne tovább menni. And that is why I'm single. Ajaj, valami összeveszős történet volt. Tehát... itt föl lehet jönni. És ennyi? Biztos nem ennyi. Ott jöttünk ki az orránál. Hopp, felgyújtottuk. Konyó!
Igen, felgyújtottuk. Nem mutat semmit, hogy hova kéne menni. Hova kéne tovább menni. Mindjárt átkokról van szó itt. Erre semmi nincs. Viszont könnyen le lehet esni. Elmirader. Mondjuk... ide kellett volna lemenni. Hol elnobaskodtam még. Ott van valami hajó. És oda hogy? Ja, látom. Ott is van valami kapu. Szabad tüzelni, azt mondják. Tehát pont, hogy tüzelnünk kell. A cannon segíthet. Aha, értem. Már most? Szerintetek már most? Felmenni. Csaltunk. Csaltunk egy kicsit. Cerrádó. Ó, és itt jöttünk körbe. Lápetit mort. Na, hát ez volt az, ami miatt... amin veszekedtek. 25 ezer dollárt ér ez a cucc. Semmiatt voltak ilyen szerelmi viszályok. Ez is királyküldi volt, srácok. Ezt szereztük meg. Grenade Launcher. Toxikus. Toxikus Grenade Launcher. Oké. Okay. 1, 2, 3. Három van még ezek szerint? Ne nézegessem már mindegyik után, igaz? Nem csináljuk. Így van, három van. Sweet 15. Na, valami bulira fogunk menni is, kacok. Valami party lesz. I say disco, you say. 800 méter. Sierra Perdida.
Ez a koponyás helyem úgy nagyon menő volt. Főleg, hogy ilyen kalózos dolog is volt benne. Köszi szépen, Tibi, hogy itt voltál. Nem tudtál nekem ósát választani az árrendezések alatt, mi? Köszi, hogy itt voltál. Szia, szia, holnap találkozunk. Jöttem vissza a piacról, azt a papa eltűnt. Aztán a szoldádószok még a mamát is elvitték, nem tudom miért. Ja. Konyó. Of all the birthdays for the soldados to fuck up. Wonder what her parents actually planned in the first place. De menő. Négy dolgot kell megcsinálni, és akkor utána jó lesz. Maybe there is a switch or something around here. Something, mehet egy kis something. Jól van, Dave, köszi szépen, hogy itt voltál, köszi, hogy jöttél játszani is. Megköszi az előrejelzéseket. Szia, szia! Most kiderítjük, hogy mit terveztek, srácok, a szülők. És még valamit fel kell kapcsolnunk. Így van, az utolsó. Wow! Hát egy lovunk lehet, egy paripánk. Wow! És ő azóta itt él? A paripa azóta itt él? Hogy nem halt meg? Lehet az utolsó kapcsoló, amit meg kéne húznunk. Ja. Debak vagyok. Like to see what this thing does. Bully, mehetünk. Not a bad haul. Always good to have the people on our side. De lovat kaptuk meg, srácok. Ja, meg egy fegyvert. MG42-es LMG-t. El Unicornio. That's a good horse. De menő. Hát ez rohadt menő, srácok. Unicornis.
Meg egy fegyver természetesen. Most már megvan az összes LMG, megvan az összes shoti is. Kell még, nem, még egy shoti kell. Ó, ez kamu info volt. Kell még egy shotgun. Egy szavú. Ez is valami erőműs feladat lesz, ahogy látom. Az utolsó előtti küldetés következik, srácok. Az utolsó előtti. Dem Shed Key. A gát. Szevasz, Alfahim. Fucking soldiers. Taking over everything. Maybe they left something nice in that storeroom. Ja, valami menő cucc lesz itt, tuti. Fucking soldiers. Munkás, hol lesz a kulcs? Azt mondja nekünk a játék. Szerintem, hogy a munkást halljuk. Tehát mire ide értem, addigra ő leesett. Hát... ügyesebbnek kell lenni. Ott van a munkáson a kulcs. Lengedezni kell. Mi lehet a trükk? Mi lehet a trükk, hogy kilútoljuk? Lehet, hogy le kéne menni csak simán a vízbe? Valószínűleg na, amúgy nem az, hanem csak szépen, lassan, óvatosan. Don't need that key for. El kellett engedni, srácok. Az volt a trükk, hogy el kellett engedni. Done with this place.
one more reason to hate us, Dio. Úgy néz ki, srácok, hogy még a shotgun is meglett. Hát most már akkor tényleg megvan az összes shoti. Ott is van, összes shoti. Jó, és jön az utolsó treasure hunt. És akkor 100% lesz a játék kihívásos része. A játék nem lesz 100%, a sztori 100% és a kihívások része az. Fuck! Itt rengeteg fák vannak! Itt lejjebb estem, mint szerettem volna. Már simán oda tudtunk volna repülni. Te menő, azt nézitek, lehet látni, hogy merre megy a lőszer. De jó. Hát, de király. This is Yarabi. Nem mutatott semmit. Rising Tide. Hogyha ezt olvasod, Libertad, akkor mind eltűntünk. Tudtuk, hogy ez jön, felkészültünk rá, hagytunk supply-t. Oké. A legendák után nevezték el a csónakjaikat, és így könnyű lesz megtalálni. A legendák nevét őrző csónakokban lesz a loot. Értem. Szóval, hogy ők elmentek. Looks like the locals here really are friends of Ay, El Tigre. You deserve a better monument. Egyes. Egy a kincskeresés, srácok. Van egy... A számok segítenek. Van egy egyesünk. Van egy egyesünk eddig. El... Luki. Luki. Hármas. They're lucky, huh? Someone knows their military strategists. El Tigre az egyes, a Lucky a hármas. Valaki ezt jelzi, srácok? Lehet szükségem lesz rátok. Szükségem lesz a segítségetekre. Lucky 3, Tigris 1. Köszi szépen, srácok. Hát ez senki, ahogy látom. Napelem. Oké, visszajöttünk a Tigrishez. Azt amúgy oda lehet menni. Hát ott csalunk. Csalunk, srácok. Jó, hogy itt ez a girokopter. Lesz még egy. Szerintem amúgy négyen vannak a tigrisek. Mármint, hogy a legendák. Nem ismerem pontosan őket, de biztos négyen vannak. Papi csulló. Szóval a papi. Papi hanyas.
Ötös. A papi ötös. Bár itt azt írja, hogy nem öt. A többinél mi volt írva? Ez valami összeadásos cucc. Egy. Három, és a papi az öt. Négy. Clarita. Clarita a négyes. Papi ötös. És akkor van még egy kettes valahol, gondolom én. Ja, igen, ott írja is, hogy öt legenda van. És a szám segíteni fog. Azt mondja, a játék, a számok segíteni fognak. Van még valahol egy csónak. De hát eddig csak négyet láttunk. Igen, a saját. Bal szélén a parton, a sárban. Ez sajnos nem olyan. Ez a zöld sajnos nem olyan. Sajnos nem az. Van egy sárga, egy rózsaszín, egy kék, egy zöld. De elvileg kell még egynek lenni, de azt nem látom. Ezek műanyag csónakok, ahogy látom, műanyag csónakokat kell keresni, és a fa az nem játszik. Például ez sem itt. Szerintetek valami házba be kellene mennünk? Az helyzet, hogy valószínűleg nincs erre, mert itt már nem tart a küldi. Ja. Hát jó, akkor visszamegyünk, aztán megpróbáljuk amit... Lehet, hogy ennyi elég. Now this has hidden cache written all over it. These door switch must be the way in. Roya Victoria. Ja, hát akkor itt igazából csak az E-tigre az egyes, őt kéne megtalálnunk. Oda tudunk majd bemenni. Szerintem nincsen amúgy negyedik. Egyes. Kettes, akit nem találtunk. Ellaki volt. A Roya ő nem volt. Kettes. Ki volt a hármas, srácok? A Lucky. A négyes volt a papi szerintem, vagy az az ötös? A Clarita a négyes. Köszi szépen, köszi, köszi. Meg kell keresni Claritát. Papi ott van.
Hol lehet Clarita? Itt van, Clarita. És ez itt a sapapi. Köszi szépen Viridiana, meg a többiek is, akik így... Ez a reset gomb volt. Tehát tigris, hol a tigris? Kettő. Három a Lucky. De még mindig zárva van. Tehát akkor valószínűleg azt jelenti, hogy a papia nem az ötös. Tehát akkor ő lesz a kettes. Na. Tehát akkor tigris. Hol a tigris? Igen, tigris. Egyes. Kettes a papi. Hármas a Lucky. Négyes a Clarita. És ötös az a Roya. Got it. Should be open now. Ja. Ez volt a megfejtés, srácok. Hát tényleg az volt ott, hogy nem az öt. Always good to have the people on our side. Köszi, köszi, srácok. Meg köszi a segítséget. Camo Quinceanera vagy mi? Ez menő volt. Menő volt ez a küldi. És ott is van, srácok. Ott is van. Ti elmondhatjátok magatokról. Itt voltatok, amikor megcsináltam. 100% a játék a kihívások alapján. Meglett. Nem csak, hogy végigjátszottuk, de 100% lett a kihívások alapján a játék. Van. Jaj, srácok. Egyébként ezt a fegyvert kaptuk. Köszi szépen, srácok, köszi szépen. Meg lett akkor most minden fegyver? Az árekből megvan mind. SMG-kből is megvan mind. LMG-kből szintén, sniperekből szintén. Shotikból is, íjakból is. És a rakétavetőkből is megvan minden. Pisztolyok? A pisztolyokból nincs meg minden, de hát ezt majd megvesszük. Mark 6-os. Ezt megvesszük. Ó. Oh. Hoppácska. Snapshot. Cienaga, Nubla, akármi. Golfo Vasto Lighthouse. Golfo Vasto Lighthouse. Ez hol lehet? Golfo Vasto Lighthouse. Ahogy látom. Kell még kettő fegyvert vennünk, és akkor még a fegyverek is meglesznek, srácok. Golfo Vasto Lighthouse az itt lesz. Ott bizony. Igen, ott van heli. Ott van heli, úgyhogy azt megszerezzük. Elmegyünk a Lighthouse-ba kiszedni a fegyót, és utána pedig a kis vista is meg lesz. Na, köszi szépen, srácok, egyébként. Tök jó, 100% van egy játékot. Hát, nyilván lehetne még jobban a kollekció alapján. Még egy kakasunk lehetne, az egy jarai sztorihoz tartozik, meg a kriptogramás csártokat is meg lehetne csinálni, de ez streamben nem olyan izgalmas, mert tényleg ez egy olyan dolog, hogy
ilyen kis izéket kell keresni. Késsel oda vannak szúrva ilyen, hát igen, kriptogrammák. Na. Köszi, hogy itt volt Eliana. Szép napot neked. Szia, szia. Szóval egy kakas kell, rengeteg hidden story, rengeteg hidden story kell. De a kriptogramma az nem, abszolút nem streamer barát. Catalina Ridge-nél lehet még egy kocsit szerezni. És Grand Premio részeket kéne nyerni. Militári bótokat kell disztrojolni. A kis kutya meg... Aha, megvan, mindjárt mutatom egyébként. De jó! Ez így menőbb. És ez is jobban tetszik. Fekete karamell színű. Ja, és meg lett Bayek. Meg lett Bayek is. Ha jól emlékszem, ő valamelyik AC-nak a hőse, talán az egyiptomi, mivel piramisról van szó, valószínűleg róla van szó. Meg ahogy lát, Hibana Chibi is van. Fisher Chibi, Sledge Chibi, hát ez gondolom Foreigner-ös Chibi. Kenway, azt hiszem ő is, ő AC-4-es a Kenway. Azt hiszem igen, tehát hogy ő is benne van. A Knox az nem tudom honnan van. Na, tehát mutatom a kis kutyus mindjárt. Itt van a kis kutyus. Különböző skinekben. Még karácsonyi skinje is van. Meg veterán skinje. Őt kezdtem el így használni. Chorizót oda kell küldeni egy emberre, és akkor eltereli a figyelmét. Loot konténert kell tegelnie. Wow. Chorizó! A véletlen Chikaront leívtam. Méghozzá felöltözött Chikaront. Ezt hagyja, hogy meg is rúdossák, azt tudom is, de néha átmennek rajta kocsival. Ja, a kis manzsetta gombjaival, Adri. Aranyos a csípendél csirke. Megmutatom egyébként, talán megtudom, hogy milyen chorizo. Bár most valószínűleg pont nem fogom tudni, mert CD van rajta. Ja. Hát várunk egy kicsit. Ez ebben nem kerül semmibe. Ja, hát ez még jó lehet. Rossz az irány. PUBG-ba is jól jött volna ilyen flip gomb. Édes jó Istenem. Azt nem gránáttal kellett volna felállítani PUBG-ba. Na, hol vagy chorizo? Nincs itt, pedig már akartam nektek mutatni. Chorizo! Hol van?
Most ő lenne a Chorizo? Nem, ez az én csirkém. Aki elmenekül. És hol van Chorizo? Hát de le van hívva, srácok. Ott van. Annyira nagyban nyomja a stealthet, hogy nem is lehet látni. Na mindegy, hát akkor nem nézzük meg, hogy mit tud Chorizo. Mármint, hogy nem mutatom meg nektek. Here, boy. Halló? Ja, értem, tehát te eleve. Megjött. Megjött Chorizo. Mindjárt meg tudom nektek mutatni. És ott az enemy. Terelő hadművelet. Chorizo, nyomjad, hát nem lett meg. Nem terelted el a figyelmét, Chorizo. Mierda. Nyomjad már! Chorizo, over here, go get them, boy. Oda kell figyelnie rá. Sikerült. Látjátok, mondta neki, menjél innen, kutya! Ennyi innen. Chorizo, come back. Sikerült. Kill them, boy. Kill them. Beadja még egyszer a challenge-et? Ott ugrál, simogatja. Chorizo. Meglett. 10 per 10, meglett a challenge. Jaj. És akkor most már azt mondja nekünk a játék, hogy loot konténer tud tegelni nekünk. Hát ezt meg itt nem tudom megmutatni. De meg lett a challenge. Horizon Engineer. Jó van. A játék szerint kombatba vagyunk. Ott jön. Na, most már nem lesz kombat, igaz? Hány százaléknál járok? Kész. Itt nincs százalék egyébként. Sajnos. A game százalékot írja, hogy 100%, de az a story. Tehát az a sztorira vonatkozik. Úgyhogy hát lehet majd még lesz valami Partizan Far Cry stream. Nem hiszem, hogy tehát a jarai sztorikat lehet, hogy még veletek megcsinálom. Ez nem tudom mennyi. Egy küldetés. Kettő. Három, négy. 5, 6, na jó, azt nem úgy nézzük, tehát hogy ennyi van itt. 1, még egyszer, 2, 3, 4, 4,
és ami fel van véve, az még 4. Tehát, hogy 8 Yarai sztori van, amit még így meg lehetne csinálni. Hát... Ja, ez így befér egy hajnali streambe. Úgyhogy lehet, hogy lesz még egy stream jövő héten, ami Far Cry-os, de az már tényleg csak arról szól, hogy a Yarai sztorikat megcsináljuk. Nem valószínű, hogy azt megmutatom nektek, hogy milyen ez a military target, mert gyakorlatilag annyi, hogy oda megyünk a pontra, aktiválom, elmegyek az airdropért, kész. Ott meg megölök 6 katonát, kész. Airdrop, kész. 6 katona, kész. Airdrop, airdrop. Ez meg checkpoint elfoglalás. Meg kell ölni 3 vagy 4 katonát, fel kell robbantani a táblát, kész. Tehát, hogy ott meg egy anti-aircraftes, tehát egy légelhárító berendezés van, azt meg alá kell dobni egy dinamitot, kész. Tehát, hogy ezeket így nem hiszem, hogy megmutatom. Van még ilyen konvojos is, de hogy az se nagy szem. Úgyhogy még egy konvojos is van, de hogy így ezeket már nem mutatom meg. Yarai sztoriból lesz stream, off-stream meg még ezeket a dolgokat megcsinálom. Úgyhogy ennyi. Megmutattam nektek a mai streamben, hogy milyen az Insurgency befejezése. Gyakorlatilag egy bázis elfoglalása volt. 3000 XP-t kaptunk. Ahogy látjátok, 3000 XP nagyon sokat jelent. Még megcsinálok szerintem 2 vagy 3, jó, nagyon max 4 ilyen Insurgency-t. Az meg lesz a 20-as szint, amikor is pedig legendák leszünk. 20-as szint fölött meg már nincs semmi. És megmutattam nektek, hogy milyen a Spec Ops is. Kópos mission. Nekem annyira tetszik, mint tényleg a Modern Warfare 1-2-ben. Nem. A Modern Warfare 2-3-ban a kópos rész. Talán annak is amúgy Spec Ops volt a neve. Úgyhogy ennyi, srácok. Ez egy szuper végigjátszás volt. Kicsit több idő volt, mint a legtöbb játék. De azért mégiscsak egy Far Cry-ról beszélünk. 47 óra, sztori kész, és a legtöbb kill az azért még mindig headshot kill. 369 Amigo killem volt. És ami a legjobb, hogy tényleg kész van az összes challenge. Köszi szépen, Adri! Megköszi szépen, srácok! Örülök, hogy részesei lehetetek ennek a szuper élménynek. Itt látjátok egyébként, hogy 91-es lett az accountom, egy kis... köszi szépen, hogy szóltál, Adri. Adri azt írta, hogy a leírásban még csak a PS4 szerepel, a PS5 nincs ott. Való igaz. Köszi szépen. Ezt frissítjük. Köszi. Szóval azt akartam nektek mutatni, hogy 91-es lett az accountom, úgyhogy csak a Far Cry-jal léptünk legalább 10, 11, 12, nagyon max 12 szintet, úgyhogy jól megdobta mind a Uplay pontjaim szemmet, mind az accountom szintjét. Gondolom ez a sok challenge. Ez adta neki rendesen. Tegnap nézegettem? Hát, és hogyha még jobban megnézegetnéd, Adri, azt is láttad, hogy rengeteg link egyébként elévült a leírásomba. Na mindegy. Azokat majd frissíteni kell. Izgatottan várom, srácok, a következő kontentet a játékhoz. A Season Pass-szal, ha jól tudom, már jó pár dolog azért be van jelentve, mint például, hogy mi lehetünk a korábbi részek bosszai, meg jönnek még Spec Ops-os küldetések. Most így hirtelen nem tudom, hogy milyen content jön a játékhoz, de hogyha jön valami sztori alapú, akkor azt szívesen megnézném, illetve, hogyha összetudok hozni nektek egy jó kis Spec Ops-os streamet valakivel, akkor még az várható. Azt szerintem
azt szerintem élveznétek. Ezek a coop missionok rohadt jók. Taktikázni kell, egyre nagyobb kihívások. Abból szerintem jó lenne egy stream. Abból még szerintem jó lenne egy stream. Így egyedül, hát így jó volt belekukkantani, de igazán izgalmas. Két emberrel. Két emberrel igazán izgalmas, mert ez úgy van kitalálva. Úgyhogy ennyit a Far Cry-ról.